Pálinkás, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Csütörtök húsvét előtt, és hát indítsuk a turbinákat, kérem. Hát először is ugye, én már reggel 4-től fönn vagyok, gyerekek. Először is ugye lefőzök kávét Évinek, ebből a fajtából. Nem sokára ébredeznek, Kokóval. Á, itt is van, megjöttem. Jó reggelt kívánok, jó reggelt, kiskutya. Jó reggelt, jó van. Mehetsz kifele gyorsan, mert aztán... És... Ugye ez két kávé, ez nem tudom, egy kézzel. Na, Évi is megjött. Hát ő még nem kamera. Hogy mondják? Nem kamera, kész. Most, és ő kimarad a felvételekből. Na hát egy kézzel nem tudom ezt csinálni. De most nem akartam még felvenni a fejemre a fejpántot. De hát úgy szoktam, hogy egy, mellé is ment, mert le kell törölni, kettő, és egy ilyen kis lapossal rácsattintjuk, és akkor várjál, ez új kávéfőző. Hogy megy ez? A régit ki kellett dobjuk. Honnan indul? Ezzel még nem is főztem. Szeretem. Így. Oké. Ja. Na és akkor kész. Gyerekek, a másik ugye volt egy ugyanilyen hasonló. Hát azt kidobtuk. Nem forralta fel eléggé már a vizet. Na úgyhogy kellett vegyek egy újat. Ezt majd itt Évi letakarítsa. Ja. Na nézzük, mit csinál a Kokó. Nem szégyeled magad? Se nem pisált, se nem izé, semmit. Az égvilágon. Há, milyen dolog ez? Ha? Kiment Évi, elment közéből, meg berohant. Éhes. Jó. Na, itt van neki a... Már előkészítettem. Gyerekek, hajnal 4-től fenn vagyok. Csoda, hogy még addig is bírtam, úgyhogy majd adjad neki a reggeliét. Mutatom. Ezt elővettem, hogy hát, ha akarsz vágni, vagy melyik, ebből kap? Jó. És azt maldogból. Ennyi elég is reggelire. Igen. Ja. Jó. Kukszi, hol lesz így? Konyhában, vagy itt elől? Ja. Még sötét van ám. Kis Kukszina? Jó van. Ő az első, gyerekek. Mindig ő az első. Hát majd lehet, hogy utána fog. Fog ez valamit produkálni ott kint. Uh-huh. Ez fontos, hogy rendben legyen neki a nyakcseréje. Ne van, gyerekek, akkor Kokó rendben lesz, kap, lecseréljük a vizét. Na, meg is van. Cukor nélkül iszod? Ha? Nem? Na, hát azt mondja, most kivételesen cukorra, reggel ébredésnek energiát beviszünk. Még tejet? No, még? No, nem kell. Ennyi? Na kérem, megvan. Parancsolj. Good morning, mi a vérődő? Morning hug in a mug. Tehát a reggeli ölelés a bögrében. Kóstoljad meg, hogy jó lesz így. Nem hűtötte le a tej? Nem. Évit nem filmezzük. Na. Azért nem is emeltem fel a kamerát. Jó lesz? Jó. Oké, na most. Csinálok neked ilyen szendvicset, jó? Zsömle szendvicset. Rakok bele ebből a tarjából. Krémsajt. Krémsajttal megkelem és paprika. Jó? Megfelel?
Sajtot tegyek bele külön? Szelet sajtot? Nem kell. Te kérsz egy kis tarját? Lófaszát azt. Nem, mert füstölt. Ne edjen meg a pofáját azt neki. Hamar megetted a reggelidet. Ha? Na, ki kéne menjünk? Átra. Na, gyere, megyünk. Kimegyünk. Na, gyerekek, 6 óra. Gyere. Koko, indulj be. Muszáj a reggeli feladataidat el kell végezni. Még nem nagyon szereti, mert vizes a fű, gyerekek. Vizes a fű, aztán utálja. De hát kénytelen lesz, mert Évja úgyse hagyja békén. Nem hagyja békén. Addig nem jönnek most be, amíg valamit nem csinál. Ez nagyon fontos, hogy... Gyerekek, páratartalom, oda néz. Nézd oda. Ilyen. Na, jó van, éppen le is kapcsolt a motion. Jó, kijöttünk Amerikába, gyerekek. Az első nap. Ugye, kimentem a ház elé, és nézem, csurom vizesek a kocsik. Ugye, hát kocsik, hát a húgomnak, meg a Gabinak a kocsija. Mondom, teljesen az eső. Éjjel. Azt mondom, na, szóval ez ilyen. Ilyen sok a pára a levegőbe. Hát még csend van, majd lassan a madarak is majd ébredeznek. Nem tudom, mi látszik, ott a hold, fél hold van, fel a hold. Na, hát itt sok értelme nincs filmezni most. Mindent csinál, csak nem azt, amit kéne. Bement oda a bokrok közé. Na. Gyere ki onnan! Ezt leveszem róla ezt a csomagolást, és azt hiszem le is öblítem, mert... Olyan kemény az a celofán. Gyerekek, ma már semmit nem tudok fölbontani olló vagy kés nélkül. Ezt leöblítem meleg vízzel. Jó. Oké. Elő kéne venni a szeletelőgépet, de majd elő lesz véve máma. Most én vagyok a szeletelőgép. Jó vékonyakat? Jó. Uh-huh. Majd leszeletelem én ezt az egészet a géppel. Ennyi szerintem a két zsemlébe elég. Két zsemlébe elég lesz? Persze. Oké. Okay. Jó, hát úgy döntött Évi, hogy most csak ilyen kis szendvicset visz. Máma olyan helyre megy, ahol kap reggelit, gyerekek. Rendesen. Oda megy, ott a kávé, a mandulás sütemény, aztán ez kevesebbet visz, mert az ebédre még bőven elég lesz, a sajtkrém, habosított, ezt még a kettő a fiamnak készítem, leadja a szopit, aztán szoktam neki is készíteni, elvinni valót. Nem mindig, van amikor igen. Gyerekek, ez a fajta füstölés már a mi gyomrunknak eléggé sok. Így, ez így oké. Okay. Jó, vágunk akkor a gyereknek is. Oké. Okay.
Volt idő, gyerekek, hogy 4 embernek csináltam elvinivalót. És mind a 4-nek másképp. Tehát úgy értem, hogy a fiamnak, lányomnak, várjál, nem, 5. Magamnak, meg a Sandrának, meg a Évinek. 5. 5féleképpen. Mi az? A Évi, nézd meg a híreket. Ez már kutya hagyott egy package-et az White House-nak a folyosóján. Kicsoda? Kutya. Kutya beszart fehér házba? Ja. Júj. Utána meg megharapta a employee-t. Megharapta azért a security-st, ha jól tudom, ugye? Nem, valami kertész kínai. Ja, Istenem. Sok baj van a kutyákkal. Van másodszor. Vigyázni kell. Azt mondja, hogy a suspicious package was left in the White House hall. Koko. Sózott hagyma. Oh my God. Gyerek, megeszi így a hagymát, ugye, így lesózva. Ne sokat tegyél rá. Ne sokat? Ennyi elég, vagy több? Még? Vagy túl sok ez? Nem sok. Ha? Mondjad. Ja. Hm? Jó úgy. Jó van? Na. Gyerekek, én nem tudok eligazodni rajtunk, mert mi a jó, mi nem, túl sor, túl ilyen, túl olyan, Isten. Annyi mindenre kell figyeljek, mert nem tudom, hol áll a fejem. Én például ennyimben nem rakok paprikát soha. Évi meg kimondottan imádja így paprikával. Egyet, ide is. Megfelel. Jó van. Kész. Gyere, Évi, vedd át, csomagold el őket, és akkor én is megcsinálom az ilyen saját reggelimet. Nekem is muszáj enni valamit. Na. Tessék. Készen van. Ez a legjobb, gyerekek, hogy itt a lábnál játszik, mikor az ember itt van a gonyhában. Jó, most jön Jani bácsi, következik a sorba. Szép fehér. Túl sok nem kell. Ez ilyen zsemleszerű, nagyon jó kenyér. Right, eddig megvagyunk, ezt is elvágom. Gyerekek. Ez csak a íze miatt ám. Évi. Baba. Igen, a íze miatt. Már április 1 van. Mi van? Április 1. Hogy, hogy? Úgyhogy tegnap volt 31, úgyhogy már április 1 van. Ez a bolondok napja? Igen. Akkor vigyázni kell, ugye? Ja. Szívesebben enném, mondjuk mangalica zsírral. Az biztos. De hát az itt nincs. Úgyhogy marad a töpörtyű zsír. Ennyi. Többet nem teszek. Gyerekek, ömlik a nyáram, ömlik. Lesózott lila hagyma, úgyhogy nem kell rá sót tegyek. Szóval hagymából meg lehet bátran, én szeretem rajta.
bőségesen. Hát gyadok, Jani bácsi, parasztos, megmaradt a paraszt gyerek. Variál itt a fancy, meg ez, meg az, amaz. Semmi probléma. Jó, és akkor... Ez piros paprika, eredeti, magyar. Egy kicsit csipős. Vigyáztál. Majd ezt ki kell tegyem valami edénybe. Jó. Eddig jó, igaz, gyerekek? Eddig jók vagyunk? Jó, és akkor itt van nekem szintén lesózva jalapeño. Reggeli. Kedves egészségetekre. Jaj, jöttem. Ilyenkor szembe jutnak azok a régi szép, régi idők. Ennél jobbat. No, nem azt mondom, hogy nincs, de... Ez még egy kicsit csipős is, aminek én nagyon örülök. Jó, hát akkor... Isten. Vagyunk. A húsvéti előkészületek ugye folytatása. Második rész következik. Egy harmadik rész lesz, azt még nem tudom. Valószínű, hogy igen. Mivel, hogy még elég sok mindent szeretnék itt mutatni. Nem stimmel, ezt kitöröljük, kimossuk. És kérem, megmossuk a birkahúst. Én ezt már szépen kiolvasztottam. Le volt fagyasztva. Ez a hús, ez Új-Zélandról érkezett. Hát minden húsvétkor ugye nálunk ez a fő menü, tulajdonképpen a birka pörkölt. Amelyet ugye mindjárt átnézek. Túl sok fagyút nem szeretnék rajta hagyni. Van, akik nem törődnek vele, én általában azért elég szépen meg szoktam tisztítani. A birkát lehet szeretni, vagy nem szeretni. Ez amit a pacal, gyerekek. Aki szereti, az nagyon szereti. Aki meg utálja, bár sokszor olyanok mondják, hogy utálják, akik még meg se kóstolták szerintem. Hogy igazából, vagy csak a kinézete alapján ugye ránézésre. Hát ez itt elég vastag. Ezt érdemes jól leszedegetni, levagdosni. Aposom nem foglalkozott vele egyébként. Nagyjából levette, de alapjából véve nem nagyon pucolgatta meg. Néztem ilyen mongol, meg egyéb ilyen kazasztáni, meg egyéb videókat. Ott se foglalkoztak vele. Különösebben ezzel a zsiradék résszel. Ugye ott főleg Mongóliában, hát láttam, a belet is megeszik, gyerekek. Ott semmi nem vehet. Sőt, hát nem csak Mongóliában, nagyon sok helyen. Ugye megsütik a belet, hogy föltekerik ilyen. Befonják a belet, képzeljétek el, kipucolják, úgy, ahogy. És fonnak, mint egy ilyen haja, mint a lányoknak a haját befonják. Ilyen hármas fonással. És szépen megsütik.
jó ízzel megeszik. Magát a belet. Érdekes, ugye? Tehát nem kell őket megszólni, mert mi is megesszük. Csak az a különbség, hogy mi nem úgy, ahogy nem úgy csináljuk, ahogy ők, hanem mi ugye kimossuk, és töltünk bele húst, kolbászt, szalámit, ami éppen van. Hát ez így nagyjából. Egy-két ilyen az a inas rész, azzal nincs baj, hanem ezzel van a baj. Látod, ez a fagyú, ez itt van. Ez nem olyan, mint a zsír, mert azt tudtátok, hogy a Rákosi rendszer után, ugye, amikor megbuktak, őt kivitték a Szovjetunióba, és sem ott Szocsi mellett valahol, nem tudom pontosan, hogy hol tartották. Gyakorlatilag politikai menedékjogot kapott az akkori szovjet államtól, de mondjuk politikai fogolyként is kezelhették, de viszont volt fegyvertartási engedélye. Neki is az volt a legnagyobb problémája, hogy az ottani konyhán, és hát az ottani szokások szerint, ott megették a fagyút, és hát elég sok problémája volt neki ez ügyben. Magyar ember az nincs hozzászokva a fagyú fogyasztáshoz különösebben. Na hát ez a lebernyek, ha itt marad, ezzel nincs baj különösebben. Na hát ez már most már így jöhet. Ezt nyugodt szívvel ugye bele lehet tenni, nem vágom túl picikre. Látod, itt van rajta, ezzel nincs semmi baj. Hát én szétszedem rostonként, amennyire tudom. Nos, gyakorlatilag ennyi jött le. Én így kiegyezek vele. Semmi gond. Elég sok hús lett. Hát mondom, ez majd összébb megy, összezsugorodik sajnos. Tele van vízzel, meg mit tudom én. Úgyhogy kérem, ennyi. Jó néz ki, ugye? A füstölt szalonna zsírját teszem ide. És hát ebbe az edénybe fogom megdísztelni, előkészíteni az alapot, majd egy másik edényben lesz maga a főzés. Tehát elég sok hús, elég sok hagyma kell. Már tegnap előkészültem. Megágyazzuk a dolgokat, gyerekek, keményen. Oké. Okay. Na, már gyarog, már is hogy összeesett. És hát bőségesen teszek paprikát, amely ugyanígy össze fog kicsit esni majd a hőtől. Na, most közben a sonkát is előkészítem főzésre. Nem fogom egybe megfőzni, hanem el kell vágjam kisebb darabokra. Nem lesz egyszerű, én úgy gondolom. Mit tudok befele menni? Igen. Hát, elindulunk innen. Megyünk lefele, ameddig engedi. Nagyon jó. Innen pedig megpróbálom azt, hogy
hogy innen. Ezt itt kisebb darabokra fog csak menni, mert ugye a csont, ahogy jön, itt már nem engedi, látjátok? Nem baj, semmi baj nincs. Jó. Végig megyünk a csontnál. Oké. Itt ugyanúgy. Wow. Leengedett, igen. Ajaj, óvatosan. Nem tudom kivenni egybe. Oké. Pillanat. Nos, tehát mi az, amit csinálok most? Hát az gyerekek, hogy ezt felvágom, ugye ezeket az izomrostokat, így körülbelül ekkorákra, és ezek nagyon jó ízű részek, nagyon zsenge, és ezt tudom tenni ilyen bablevesekbe, bableves vagy valamibe, igaz? Ezeket érdemes megszévolni, megspórolni, illetve magyarul elrakni ilyen célra. Aztán ezt már ugye itt kicsit kritikusabb szemmel nézzük. Nézd oda, ez mulching, ez viszont nem. Ez ehető, és ez nagyon jó, az a zselós, tudjátok, az a rezgős, és én véteknek tartanám eldobni. Szóval nagyon nem egyszerre kell megenni, hanem beosztásra. És akkor ezt ugyanúgy. De majd lesz ilyen csülkös bableves, és akkor nyugodtan ezt el lehet használni. Így, hogy van ekkora méretben. Sőt, mi több, itt van ez a csontrész, ezt is ide tesszük, meg ezt is. Szívesen odaadnám a kutyának, hogy kicsit dolgozza meg, de nem akarom. Elég sós. Ezt majd én dolgozom meg mindjárt. És... ja, semmi nem megy kárba. Itt azt a... tudjátok, meg lehet különböztetni, melyik az a kövér rész, és melyik az, ami nem annyira kövér, hanem inkább olyan a zselós, zselatinos. Látod, ez például háj, ez nem kell. Itt ez a rész. Ez viszont már nem az. Meg ez se. Tessék, ez ilyen bőr. Ezt itt levesszük. Nem kell oda. Ez bőr darabkák. Jó, ez így jó, ahogy van. Hát így gondolom, legalábbis ezt a részét, ami ugye nem jött le nagy darabokba, ezt így el tudom tenni, és majd a később, ezt már látod, nem teszed bele, igaz? Ez már nagyon ronda, ez a rész itt, semmi értelme. Meg ezt se nézd meg, ez kövér, ez zsír, ez megy a francba. Akkor itt van még ez a felső rész. Megkeverem a fagymát. Pöl.
már szinte teljesen kövér. Ezt vele mit csinálni? Ez még itt elmegy, mint börke. Oda. Börkét nem dobom el, ez kell mondjam. Imádom. Imádom a börkét. Ugye sok kövéret meg kiszorjuk belőle. Így ez már ilyen zselós, ez oké. Na hát, gyorsan. És már elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor ugye nem hagyhatod most már itt magára, majd a sonkára, sonka befejezésére van időm. Viszont el tudom rontani azt a rengeteg hagymát, hogyha nem figyelek. Ugye? Nem örülnék neki. Na most, hát egy, kettő, és egy, három, ennyi fokhagymát hozzáteszek, és tovább díszteljük, de most már úgy, hogy végig itt vagyok, és figyelem a dolgokat, de aztán füstös zsír, az is több, hagymám az van minden, mindenből van, de nem szeretném eldobni. Emlékeztek, a múltkor odaégettem, akkor is valamit csináltam itt hátam mögött, és zut, odaégettem az egészet, dobhattam el. Elérkezett az ideje az edénycserének. Mindegy, szerint majd még ezt bele is fogom öblíteni később. Oké. Okay. Gyönyörű illatok, gyönyörű. És látjátok, mennyi lett az egészből? Hogy először hogy biztos voltak páran szkeptikusak, hogy hú, mennyi meg így, meg úgy, aztán nézd meg. Ez kell a sűrűség, kell a szaphoz. Bizony. Úgyhogy nyugodtan lehet követni a példám. Na most. Most teszem bele a borsot. Hát óvatosan. Ugye? Jó tejáskadányit tettem bele, köménymagot, ugyanannyit, durván. És a piros paprikát most tesszük bele. Egy, kettő, és még egyet, egy három evőkanálnyit. Oké? Most figyelsz, elteríted. Nem erős tüzet használok. Tehát megpörköljük a paprikát is. Oké. Megváltozott az illat. Figyeled, kis pörkanyag itt fog képződni. Ne törődj bele, az segíti, még jobb ízű lesz tőle a kaja. És már is kioldódott a paprika, már lehet látni. Ugye megfesti az edényt, nézd oda, megfesti, de nem éget meg, fordulsz, izgalmas pillanatok, és rávertük ugye a birkahúst, és ebbe az edény, öntvény edénybe ugye szépen elkezdjük pörkölni, nem öntsük fel, nézd oda, pörkanyag följön, nem öntött fel semmivel. Ugyanis nem levest, nem birka levest csinálunk, hanem birka pörköltet. Ezerszer mutattam, de most mutatom 1001-szer is. Jó, most már semmi nem ég meg, ugye. Persze itt maradsz, nem mér sehova. Ennek az ételnek az elkészítéséhez, gyerekek, ehhez én úgy gondolom, hogy Nem csupán a, hogy mondjam, a szakértelem az, ami dominál, hanem az ételek és a hagyományok tisztelete és szeretete. Amikor is ugye odafigyelve érzed,
érzed azt a húst, hogy hogy viselk, vagy érzed a szinte beszélgetsz a hússal. Jó, nehogy azt így, hogy meghűltem, meg meghibbantam. Nem megy el. Ha esetleg úgy tűn, hogy Jani bácsi megzavarodott, de nem tudom másképp ezt én kifejezni. Tehát ezt imádattal lehet csak csinálni, az ilyesmit, és ahhoz kell, óriási türelem kell, és hát figyelni, és tanulni belőle, a hibákból tanulni, és akkor legközelebb. Én merem állítani, gyerekek, hogy én voltam a, majd mindjárt visszakapcsolódok, Ráckevén voltam a, hát már nagyon rég, és ott a rakparton, tehát ott a Duna partján csináltak egy főzőversenyt, ilyen bogrács, meg barbecue, minden volt ott. Csinál szarva, üstökbe, szarvas pörköltet, őz, vaddisznó, minden volt, birka. Akkor mit tudom, 300-400 bogrács, mi volt ott. És én kóstolgattam, nagyon finom volt, egyáltalán nem szólok le senkit, mindenik jó volt, de valahogy én nem tudom. Minden szentnek maga felé hajlik a keze, azt mondja. Hát, mert ott voltak karcagiak is, és bizony azok tényleg belerak csontot, szóval mindent. De most ez már rég volt, ugye azok a ízek már úgy tompulnak úgy az ember emlékezetébe. Én azt mondom, hogy itt Amerikában a legjobb birka pörköltet én készítem. Na, nagyképű volt, ugye? Sok sztárszakácsnak kikiáltott majom, ugye? Így cukrot raktak a gulyásba, meg ilyenek, ilyen barom állatok, ugye? Ezt a másikat megszidják, megpróbálják megalázni. Szóval ezek menjenek a francba. Szóval még olyan jó birka pörköltet sehol nem ettem, mint amit én csinálok itt Amerikában. Igaz, hogy sok helyen nem is voltam, de már ettem másnál. Meg egyéb pörkölteket is. És egyik sem volt olyan jó, mint az enyém. És most nagyképű voltam, ha tetszik. Nyugodtan be lehet írni. Yeah. Úgyis az a vélemény, jó pár embernek, hogy nagyképű vagyok, meg el vagyok szállva magam, hogy ez igaz. Hát akkor én még rá is teszek egy lapáttal, gyerekek, hagy élvezkedjenek. De ezt most tudatosan csinálom. Tudatosan. Fiatal voltam, aztán ugye kinéztem, azt csajoztam, minden. Ott is jött az ugatás, elmegyek, azt mondja. Jöttem ki a csajommal, ott voltak hárman ilyen majmok. Azt mondja, elmegyek gyúrni. Mondom, igen? Azt minek? Az, hogy meg tudjanak verni. Hát mondom, akkor még egy-egy kis fenoltot hozzá, mondom. És úgy gyúrjába az meg, és hát minden előbb. Mert szükséged lesz rá egy kis spenoltot, egy jó sokat, sok vitamint. És úgy gyúrják. Rá is tettem nekik, az anyátok. Hát igen, engem nagyon sokat megaláztak gyerekkoromban. Én ezt vissza is igyekeztem visszaadni, amennyire lehetett. Tudjátok, ez olyan dolog, ez a nagyképűség, vagy nem az, mint amikor azt mondja valaki, hogy a legjobb bablevest az én édesanyám készíti. Na, most tudsz ezzel vitatkozni? Nem tudsz. De nem is kell. Igaz? Mert ő is azt mondja, ettem én már itt is, ott is, de a legjobbat az én édesanyám. Vagy azt mondja, hogy az én feleségem készíti a legjobb pörkölteket, meg az ételeket, mint hogy az én feleségem is rólam ezt mondja. Ezt állítsa, és hát nyilván, hogy ez nekem jól esik. A Jani főzi a legjobb kajákat. De, mert hát az ízlik neki a legjobban. Nem minden. Nem mindenben. Itt az erősre kell vigyázni, például most is. Nem szabad. Én tennék bele bőven. Na látjátok, gyerekek? Egy picit emelek rajta a hőfokon. Nézd oda, bugyog. Összezsugorodott a hús, de még. Itt mutatom, közelről, ha lehet. Hogy adja vissza a kamerát. Nézd, ott jön ki a vér. Nézd, ott
ott olyan piros. Tehát még, még nem jött. Teljesen kicsapjuk. Törjük, törjük összefele a hagymát, paprikám hídot, fokhagymát. Annál jobb lesz a szakt. Mondom még egyszer, türelem, szeretet. És áhítat. Akkor lesz jó. És még egy dolog. Én tudom, hogy a partikon ugye megy a fiálás, stb. De ha javasolhatom, a szakács az ne igyon. Igyon egy feles mondjuk. Jobb kedve legyen. Egy-két sör, de ne rúgjon be. De. Akkor az vége. Voltak olyan disznóvágások, gyerekek, hogy olyan károkat okoztak saját maguknak. Mire ugye véget ért a disznóvágás, basszák meg, lehetett majdnem mindent eldobni. Ott aztán volt minden. Na, majdnem jó, majdnem jó. Még enged levet, igen, engedi. Jól van. Húst nem törjük jobban össze most már. Már lassan elkezdjük a megfőzést. Mégpedig ez olyan másfél deci vörös bor. Ezt most tesszük bele, nem a végén. Oké? Okay. Tehát savignon. Micsoda illatok. Tehát vörösbor. Ugye ezt kis savakat, egyebeket belevittünk. És paradicsom szószt fogok használni. Egyelőre teszek bele a felét. Tehát egy, kettő, három és négy evőkanálnyit, és várok vele. Még lehet, hogy belemegy a többi is, majd kiderül később. Oké. Okay. Gyönyörű, nagyon szép. Ide készítettem a babérlevelet. Aki nem szereti benne, az ne tegye. És kettő, és ott van egy olyan szebb, megpróbálom kivadászni, nem? Három, legyen négy darab, és nem több. Babér. Lesz, aki nem ért velem most egyet, de én teszek bele a majorannát. Körülbelül ugyanannyit, mint a kömény. Én imádom benne. Minden pörkölt be. Jó? Aki nem ért vele egyet, ne tegyen bele. És ezen el a fűszerezés elvileg készen van. Ráízesítés még, hát az is kizárva. És hát valamennyi só is kell. Óvatosan egy evőkanálnyit egyelőre rátettem a sót. Jó. Jó, elkeverjük. Nyilván, hogy ezt a lét le fogja főni. Ugye ezt legalább két, lehet, hogy három órán át is fogom főzni. Vajpuhára, tehát, hogy teszünk bele vizet is. Jó, egyelőre egy fél litert. Okay.
és le fogom takarni, letakarom, és leveszem a hőt alacsonyra. Igen, elpakolás jön. Jó, és akkor visszajöttünk ide, befejezzük a sonkának a előkészítését a főzéshez. Igen. Jó. Na, néha elvágom még egyszer. Igen. Ez az. Úgy van. Úgy van. És úgy van. Alright. Tessék. Gyönyörű. Hideg víz. Paprika darabok. Vörös hagyma héja. Nem kell túl sok. És így. Ha le van vágva a két vége, egy egész vörös hagymát, nyugodtan. Batericsere volt, tehát beletettem egy egész vörös hagymát, így, héjastól teszek bele szemes borsot, fokhagymát, kokó itt intézkedik közben. Jó, hát egy jó evőkanálnyi. Most már le volt darabolva nekem. Oké. Mi jön még? Só. Igen, ebbe tehetünk ebből a durvábbik sóból is. Még egy kicsit. És egy pár darab babérlevelet. Gyerekek, ezzel el van indítva a dolog. Isten segedelmével megfőzzük. A gyerekek, a ma reggel felrakott videómra jöttek kommentek. Köszönöm szépen. És különböző kérdések. Mégpedig az egyik kérdés volt a szőlőmagolaj. És többen is, nem csak egy, hanem azt hiszem hárman kérdeztek rá, hogy kicsit bővebben, ha lehet. Tehát szőlőmagolaj sütésre és hát főzésre. A élettani hatásokról, meg hogy miért ezt használok, stb. Szóval én nem tudom felsorolni azt a rengeteg mindent. Dr. Szent Györgyi Albert a 40-es években fedezte fel, hogy a szőlőmagban vannak különböző antioxidánsok, és mindenféle olyan anyag, amire neked szükséged van. Na most tudok, egyet tudok javasolni. Ma már ugye mindenkinek van kompjútere, telefonja, van internetje. Ott nálam okosabb emberek leírták, hogy a szőlőmag élettani hatásai, én megnéztem, de ilyen hosszú szöveg van. Hát én azt nem tudom elmondani. De olvassátok el, jó? Legyetek szívesek. És akkor helyettem, ugye ott elmondja a szakértő. Tehát én, mint pancser, én csak elolvasom, és hát megértem belőle azt, hogy hát használ a szőlőmagolajat, és kész. Sokszor elgondolkodok, hogy a szőlőmagot, ugye, hogy kidobálták a születkor, ugye leprésedik, az ment ki a francba. Aztán, holott ugye a magjában van a lényeg. A másik, ami nagyon-nagyon hasznos dolog, az extra virgin olívaolaj, extra szűz, itt úgy mondja. Ennek millióféle fajta van, és ez sütésre én nem javaslom, viszont főzésre igen.
Szóval én használom, látjátok, főleg olasz, görög, sőt egyes kínai ételekhez is. A szörömeg olaj, nyugodtan megcsinálod a pörköltedet, semmi baj nem lesz. De semmi baj nem lesz a pörköltnek tőle, nagyon jó íze van. Sütsz is benne, ha akarsz, de mondom, ilyen hagymát pirítani be, stb. Mindenre jó. A olívaolajnak az ízének az elfogadásához kell egy kis idő. Meg lehet szokni, és hát előbb-utóbb ugye, hát a rutin szerűen fogod tudni használni. Na most, én sütésre a repceolajat használom, ugye a kenola, a püréje kenola olaj, ez is jó a szív, stb. Szóval én ezt használom. Zöldségolajat, kukoricaolajat használnám nagyon szívesen, a napraforgó olajat, de az itt rettenetesen drága. Még a szőlőmagnál is drágább. A szőlőmag az itt sem olcsóbb, mint ez, sőt, hát jóval drágább, lényegesen drágább. Én úgy tudom, hogyha, vagy úgy emlékszem, ahogy úgy tudom. Ez is drágább, hogy ez ennek az árán legalább három ilyet tudok venni, ha jól számolom, igen, körülbelül. Függ attól is, hogy hol veszed. Szóval ezt a három olajat használom, és de mivel Magyarországon ugye nagyon népszerű a napraforgó olaj, gyerekek, nyugodtan használjátok, mert legalább olyan jó, mint ez. Viagra helyett is, csak meg kell inni. Szóval vagy azt, hogy csinálod magad, vagy nem. Szóval nyugodtan lehet olajokat fogyasztani, csak úgy, fogod és megiszod. És mártogatod. Nekem itt vannak ezek a különböző olajaim. Nem tudtam hova rakni, itt jó helyen vannak egyelőre. Aztán, hát ezeket lehet, tudjátok, kegyeret, friss kegyer, mint amit ma reggettem, zsíros kegyeret, ezekben benne vannak a fűszerek. Ezt te magad is elő tudod, á, oliva olajról van szó, ezek mind olaja, és mind oliva olajak, és belerakják a fűszert, és benne az kioldja a ízeket, erős paprikától kezdve fokhagymáig bármit, és ezt lehet keverni pedig ízével ezzel a balzsamik vinagár, balzsamik ecettel, és rendkívül finom, ismeritek, bár jó páran beírták, hogy igen, ismerik, és akkor itt még van egy extra dolog, ezt annyira, fős is mondta, a füstölt paprika, tehát az is egy különleges dolog, úgyhogy én szeretem az ilyesmit, így kísérletezni velük. Próbálkozzatok ti is. És még egy dolog a sókkal, ugye szintén ugye a potázium alapú sók, hát a sea salt, hát ez, én erre teljesen rá akarok állni, ugye a tengeri só használatára. Itt is mit tudok mondani vele kapcsolatban? Az, hogy olvassatok róla, jó? Üssétek be a tengeri só élettani hatásai, és ott szintén majd elolvassátok, és megértitek, hogy miért jobb a tengeri só, mint a másik. Na, folytatjuk tovább. Húsvéti előkészületeket. Tehát krumpli, jó apróra, oké, igen, vágunk össze répát, ugyanakkor a kockákra vágjuk, mint a krumplit. Nagyjából, igen. És ezt fogjuk odarakni először, mert ez ugye ez a legkeményebb. Megfőzzük erőre. Kicsit, nem kicsit, puhára, tehát puhára főzzük. És majd a fele úton tesszük bele a krumplit, hogy az is megfőjön ugyanabban a lébe.
Oké, tehát sárgarépa. Belemorzsolok egy darab húsleves kockát csak. És csak annyi vizet teszünk, amennyi indokolt. Ha nem kell túl sok víz. Majd pedig következik az alma. Jó. Ezt is lekockázzuk. Gyerünk itt. Kockázunk, mint az őrültek, mi? Fáradt vagyok. Úgyhogy azt hiszem lassan befejezzük ezt a videót. Leállunk. Még amit tudok. Előkészítek, aztán még holnap már be tudom fejezni a teljes húsvéti menüt. Oké. Ez az. Jó lesz, teszek rá vizet. Jó, és itt már fel is nyitottam a borsót. Ezeket elteszem minden. És kérem szépen. Birka, amely már majdnem kész. Még hagyom egy kicsit a veszítsen a vízből, tehát kicsit sűrűbb legyen a szaptya. De ha így maradna, se lenne semmi baj. De még hagyom. És már a fedőt is így kicsit félre raktam. Ki tudja jönni a gőz. Itt föl a krumpli és a répa most már együtt. A salátához. És a mai menünk, ami majd ugye lesz a kaja, az itt van, ez is szinte már, ez egyébként sörcsonka volt, és teljesen meg van puhulva, egy egész krumplit beletettem a lébe, hogy mint köretet fogjuk megenni egy kis vajja, ez. Tehát ez lesz a mai vacsoránk egy része. Tehát nem jól mondom, tehát ennek egy részéből lesz a mai vacsoránk. Úgyhogy, hát gyerekek. Köszönöm, hogy eddig kitartottatok. Elpakoltam. És ezennel videónk, tehát a húsvéti előkészületek második része, 3 óra van, véget ért. Harmadik rész, holnap.